Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Játsz Velem gyerekjátékok oldalunkon! A mai napon hoztam nektek, figyeljetek, egy intelligens egyszavú kaki gyurmát a Crazy Aaron-tól. Olyan, mint az intelligens gyurma, csak ez egy egyszavú kaki, csillámos, pink színben, ide is van írva. Van rajta egy nagyon cuki egyszavú szivárványjal. Aha, itt látható is, mint egy rendes, intelligens gyurmánál is, hogy lehet ezt is tépni, patogtatni, gyúrni, alakokat formázni, stb. Már nagyon kíváncsi vagyok rá. Wow! Nagyon szép, ez egy ilyen élénk pink szín, és teli van csillámmal, nézzétek csak, nagyon jól néz ki. Amint látjátok, lehet így kinyújtani, és el is szakítani persze. Itt látható a vonal, ahol elszakítottam. És milyen hangot ad ki közben. És látszanak is ezek az apró pici csillámok benne. Gyönyörűen fénylik. A szín pedig egy ilyen igazi világítós neonpink. Nagyon jól lehet formázni. Nem marad a kezemen semmi, látjátok is, nem is ragad, ami nekem kifejezetten tetszik benne. Nézzétek, milyen klasszul lehet pattogtatni. Így le is teszteltük gyorsan. Tehát ki lehetett nyújtani, szakítani, pattogtatni. Mágnesnek ez nem nevezhető, ez nem az a fajta, ugye van mágneses is, de viszont nagyon jó pattog, mint egy labda, és olyan a tapintása, mint egy rágóguminak, és könnyen tépető, mint egy papír. És persze, jó formázható is. Most megnézzük, hogy tudok-e egy egyszarvút formázni belőle. Tehát így. Itt lesznek a fülecskéi. Itt lesz a sörénye. És itt az elején a szarva. Az egy picit kicsi lett, de azért működik. Ényi. Igen, szerintem felismerhető, hogy ez egy szarvú. Szóval ezt is el tudtuk készíteni, és hogyha már van egy szarvunk, akkor most megpróbálok egy kakit is formázni belőle. Így szépen kinyújtom, kihúzom hosszúra, és utána pedig szépen így körbe feltekerem, mint egy unikornis kakit. Hát ilyen lett, szerintem szuper, vicces. Ez tehát a mi intelligens gyurmánk, ebben a szuper kis fémdobozban kapható, egy unikornissal az elején, és rá van írva, hogy pink, csillámporos, unikornis kaki, nagyon jó, nekem nagyon tetszik, nyugodtan nyomjatok egy lájkot, hogyha nektek is tetszik. Mit gondoltok ti erről az unikornis kakiról? Nyugodtan írjátok meg nekem kommentben. Ha tetszett a videó, akkor osszátok meg barátaitokkal. Találtok még a videóink közül olyat, ami az intelligens gyurmáról szól egyébként, nyugodtan nézzetek szét, kommenteljetek, lájkoljatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!